bele kéne tekerni. Tiger. Keresünk egy refrént, hátra belenyúlok. Diákkoromból, érted? Hátra belenyúlok a refrénbe. Na nem jön össze mindegy, Tiger Road and Sea. Figyeld! Na, fiam az kijött, kisebbik fiam itt elkezdett kardozni, szétvágta a rovaszállító kötelet. Az egyik vége ott van, a másik meg itt. Viszont kalapácsfejű! És a kis cicák! Hát ma már levettem a kis cicákat, leraktam őket a földre. Jól van kalapácsfejű, jól van, jól van. Hol volt a kis szürke? Bement a helyére? Na itt vagy, itt miért nem mozdattad meg, anyuci? Kalapácsfejű, miért nem mozdattad meg őket? Látod, hogy még mindig csípás a szeme? Látod? Tessé, jól van, és most nem tudom, hogy mi is, ez hazugság tőled, vagy még mindig a cicákat félted tőlem, hogy nem tud elrejteni őket, értem, mert mászkálnak kifele. Na mindegy, ma leraktam őket, ide a földre, és azonnal kimásztak kell, és már rohantak is utánam, és ezt csinálták folyamatosan. Jól van már, higgadjál már le, jó? Kalapácsfejű, na! Jól van, ezzel nem ér semmire. Mennyi? Egy él, van, kis vizecske. Jól van. Valaki mondta, hogy His Tiger lesz a neved. Na, és látod, támad a rohadt életbe. Átverés részéről. Hát itt van, hogy kis cicák, és ő próbálja őket tőlem védeni, de hát minek? És rögtön belém kapott. Csak nem lehetett látni, mert most a kamera nem oda nézett. Jól van. Inkább takarítsd meg a kis lányod, fiad, nem tudom milyen nemű. Jó? Kalapácsfej. Kalapácsfejű. Meg azt nem értem, hogy minek nyávognak a cicáid. Ilyenkor, tehát éhesek? Vagy... Miért nem törődsz velük? Tessék, egész nap távol vagy, már itt hagyod őket. Már menni, én szívesen leköltöztetném egyébként az egész bandát. Csak abban nem vagyok biztos, hogy felügyeled őket. Na, egyél, ennyi. Akkor legalább lesz tejed. Hogy néz ki a szemed, te? Takarítsd meg, de azonnal. Takarítsd meg. Kalapácsfejű. Lehet megtakarítani. Úgy, törődj velük. Vidd be a helyére. Na, jól van. Nem akarlak benneteket bántani, csak mindig félreérted, mert azt hittem, hogy bántani akarom őket. Néznek hozzájuk a kicsihez, és már nem. Ja, ennyi? Tehát így haverkodsz? Hop. Haverkodsz? Ho-ho! Nem, cicákkal! Mindjárt megyek hozzád is. Azt nem értem, hogy a macska miért nem viszi be a helyére őket. Tehát ez neki miért jó? Sőt, hát mondom, napközben levettem mindegyiket. Leraktam a földre, hogy nézzem, hogy viselkednek, de hát nem viselkedtek jól. Simán átmennek a szomszédba. Aztán ott meg mászatok át a kerítésen, meg lesetem, hogy a kamera vesz. De legalább nem esnek le, attól tartanak, hogy ide leugorjanak, meg itt tettem ide egy széket, hogy nem ásszanak oldalra. Na mindegy. Na végre, takarítsad őket, jó? Kalapács fejű. A többinek még nem tudom, mi a neve, de az, hogy hisztányigor, azt tetszik. Mehetek hozzád? Így kamerával? Hát csak nem akarok tolakodni. Ki van itthon? Benjo? Levente dolgozik. Hiszem, ennyi a létszám. Tessék? Ennyi a létszám. Jaj, jaj. Nincs kint szék. Hát nem baj. Én maradtok állva is.
innen filmezem a fát, és akkor közben te beszélhetsz, vagy akármi. Ó, gyakoroltál? Gyakoroltam, igen. Körülbelül 3 órát. És körülbelül 5-öt kéne. Most per pillanat mire gyakorolsz? Én nagyjából sejtem, mert 2 eseményről tudok, ahol készülsz, de saját hangszer az nincs. Hát ez egy kölcsönfúvala, mert hangszerésznél van a hangszerem. Ugyan már készen van, csak el kellene menni érte, csak nagyon messze van. Mire gyakorlok? Több dologra is gyakorlok. Az egyik az szombaton lesz aktuális, Nagymoroson a Csípős Fesztiválon. Csípős Paprika egyébként azért Csípős Fesztivál. Ott leszek én az egyik fellépő. Ott ilyen jazz, standard dalokat fogok játszani. Aztán utána egy esküvőn fogok játszani. Rá egy hétre. Arra gyakorlok. És majd egy saját koncertre, majd ősszel lesz valamikor, hogyha összeáll az anyag. Az már megvan, hogy mit játszok, csak majd, hogyha már megy minden. Arra gyakorlok. Erre a 3-ra. Most per pillanat. De majd lesz egy kiállítás megnyitó is, az ma jött az a felkérés 9-én. Csak ott még nem tudom, hogy mit játszok. Meg kell kérdezni a kiállítót, akinek a képeit kiállítják, hogy mit szeret. Ennyi. Hát ilyenkor nem az szokott lenni, hogy mit a képekre ránézel, és akkor a hangulata, nem megrendelés? Hát, olyan sok kiállítást megnyitom, még nem játszottam. Múltkor próbálkoztam ilyesmivel, mert az a nő, aki kiállított, mandalákat is készített, de egyébként festményei is voltak. És akkor próbáltam a mandalához valamit kitalálni, valami indiai zenét, találtam egyébként egy baromi jó számot. Sőt, még karaoke verzió is volt, de rádudolták a dallamot a karaoke-ra, és úgy meg béna úgy még rájátszani. Ráadásul borzasztó nehéz lett volna fuvalával eljátszani, de nagyon tetszett, rengeteget hallgattam, de aztán letettem róla, úgyhogy nem, majd megkérdezem, hogy van-e kedvence a festőnek, és akkor, hogyha van, akkor azt, ha nem, nincs, akkor ezek közül valamit. Ha. Megnézze Benjót szerinted? Nem, mert Skype-ból szerintem ne néz meg, hagyd békén. Jó. Macskákat megnéztem, ki van még itt? Darazsak vannak még nekünk itthon. Ilyenkor van egy uazunk, meg egy Hondánk itthon, a BMW az elment dolgozni Leventével együtt. Na, hát akkor... Ennyi volt a videó. Várjál, 8 percnél tartunk. Viszont, ha én olyat szeretnék, hogy... Mondták, hogy gyógynövényes videót nálunk van. Tehát például, hogyha szednék egy 10 perces videót, akkor még belefér egy kis gyógynövény. Nálunk így néz ki a gyógynövényes fal, de ez még kevés. Ja, és Levente nem vitt el az öregnek. Elfelejtettem, mert futva ment el. Nem baj, úgyse főzi meg az öreg magának. Hát így van, tegye magát. Mindegy, ő maga, ha nem tesz magáért, akkor mi nem fogunk tenni érte. Mármint mi javasoltuk, hogy vigye el. Levente is maga mindegy, hát panaszkodott az öreg, hogy fájgyomra. Hát parlagfű van. Az a nagy kupac mellett a titkó. Ó, basszus, ebből 10-szer ennyi kéne a parlagfűből. De van bent is, mert egy zacskóval lesz. Ha, de meg lesz is még, mert még Szlovákia előtt kimegyek szedni legalább, nem tudom, 5-szer ennyi. Tehát ez a legkönnyebb leszedni. És a legdurvább immunrendszer erősítő. És a zsákokban már ilyenek vannak, hogy bodzavirág, akkor akácvirág, diólevél. Na, az még kell, diólevél még kell. Azt is kell szedni. Érdekes, miért gondolják ezt szerinted az emberek, hogy mérgező a diólevél? Fogalmam sincs, hogy miért van ez a tévhit. Nem. Pedig nagyon van. Finom, édes, cukor nélkül is édes. Minden részét meg lehet főzni, tejának meg hajápolásra, például a héját meg lehet főzni, meg a dióbelet is. A levél az meg egyébként sárkentő, agysárkentő, úgyhogy én a gyerekeknek szoktam iskola időszakban reggel mindig diólevélteját főzni. De eleve miért tartanak az emberek így a natúr gyógynövényektől? Tehát miért van az, hogy inkább fordulnak ilyen multivitamin, tehát ilyen komplexum? Mert azt reklámozzák. Ennyi az egész. De ha valamit túlsúlyba helyeznek, és... Az van a köztudatban. Ha valamit túlsúlyosan reklámoznak, akkor az elfogadottá válik? Persze. És milyen kérdés? Na jó, de valaki soha nem került közelébe ezeknek a gyógynövényeknek, akkor nyilván nem foglalkozik vele. Anyukám például falusi lány volt, és ők gyógyteákat főztek, és például itt ez a kék meg a rózsaszín között,
azt ő szedte nekünk, az ezer jó fű. És például, amikor ő lány volt, akkor ezer jó fű főzettel öblítették le a hajukat, mert fényes volt tőle a hajuk. Mellette meg, ott megint csak az a kicsi kupac, az meg kakukkfű. Azt is anyu szedte nekünk. Úgyhogy ő használja ezeket, meg be is gyűjti. Sőt, termeszti. Rengeteg kis cserepe van neki, és mindenféle gyógynövényeket tart benne, és akkor eladja a nagymarosi biopiacon. És akkor mindig, mikor fogy, akkor letör egy ágacskát, leszúrja a földbe, és akkor így szaporítja. Akkor most megmutatom, milyen gonoszságot követtél el. Itt van egy madár kalitkába zárva. Én soha nem zárnék egy madárt. Na de egy angyalka van mellette, már bocs. Jó, és ez mit fog tenni? Ki engedi? Hát... A madárkát a kalitkából? Nem tudok válaszolni, volt egy üres kalitka. Jó, hát csak poén volt, ne viccelj már, tök jó. Volt egy üres kalitka, meg volt egy madár, beletettem. Nem, tök jó ez. De a többi angelkék ott vannak egymás angelkék, meg ilyenek. Ez olyan dekoráció, érted? Nem is voltam itt, Hollandiában voltam, amikor ez készült szerintem. Uh-huh. A festés, meg uh-huh. Ez fehér volt ez a fa. Ez nem volt fehér, ez fa volt, ez natúr volt, oda volt ki. Ja tényleg, a belső a fehér. Bungi oldalára mozgass meg benne a csapokat, hogy szétszáradtak. Az oldalsó csapok. Ha nem akarom meg a hátra valami leesik. Nem esik le, de a csapot nem mondom, áll. Te, mi a melyik csap? A csap? Nem tudod, melyik nem a tudom. Csap? Nem. Ez rendes csapolt polc. Ez a csap, ez. De egyébként itt lötyög. Ja nem, bocsánat, ez a csap benne, ez a függőleges, mert ugye ez van be... Nyomva ennek a... Apám asztalos nyilván tudná... Nyukába! Na jó. És ez teljesen, ez szét volt száradva teljesen, úgyhogy jó, beengedtem festékkel. Hát mert kint volt a napon. Igen, és ilyen lett. De jó, tetszik egyébként, nem azért nem mondtam ezt a... Nem csiszoltam le mindenhol rendesen róla a lakot. Van, akit angelkék, kirakva, nem áznak, meg stb. Viccből mondtam én ezt a madárkát a kalitkában, bár... ugye, amikor a legelső telkünk volt, közösen, amikor összeházasodtunk, Szigetszent Mártonba, ott 7-9 körül volt a papagájuk száma? 5. Jaj, de jó, ne legyél Benjo, jó? Na, hát te kérdezted, hogy mennyi volt, 5 volt, na. Olyan simán jóvá hagyhatod volna, hogy 9, a legtöbb számot. Mindegy, tehát ott egy külön helyiséget tartottam fönt nekik számukra, mert én nem szeretem az ilyen bezártság, de az is bezártság volt egyébként, neki csak jó. De hát bent voltak a konyhánkba. Igen. És egy faág volt fölrakva, ú, de szép az volt. Az egyik oldalra, a másik oldalon meg a kalitka. Ja, mit a szerepkedtek? Repültek innen, oda, onnan, ide, nekem meg lapos kurzákba. Egyébként ebből kibaszottul elegem van, kurvára mondom. És akkor tudod, hogy mi ment? Te aludtál, és én hallottam, hogy te nagyon komolyan alszol. Hát, ne viccelj, én minden éjszaka fölébred, én éberalvó vagyok. Itt egyszerűen robbantások mennek, ezek nem vadászok, nem lövöldöznek. Nem, mert én is tudom, én nagyon sokáig azt hittem, hogy vadásznak. Nem de létezik. Hogy vadásznak. Nem létezik. Itt komoly akkor... dinamitok robbantanak. De hogy vannak dinamitok. Nem, ez olyan lőszer, érted, ami, hogy mondjam, ez robbanó lőszer. Na mindegy, az a lényeg, hogy vadriasztás van egész nyáron, és állítok, októberig fog menni, ezt nyomják ilyenkor. Tessék, megint. Aztán este 10-kor, aztán éjjel 2-kor, és aztán hajnal 5-kor megy ez a vadriasztás. Borzalmas, undorító. És onnan tudtam meg, hogy vadriasztás, hogy valaki már kiírta a Facebookra egy bánki lakos. Hogy, egyébként az hogy, értelme hogy, az mi, mert nincs most miért. Most már nagyon-nagyon nehezen viseli a vadriasztó dúrogásait. És aztán valaki odaírta, hogy bocsi, de októberig fog menni. Ja, de hát nincs is miért vadriasztani, mert nincsenek földek, megművelve, bevetve, stb. Nem, egyszerűen nem tudom, miért csinálják. Illetve ugye van egy erdész ismerősünk, múltkor mondtam neki, hogy itt ez megy, és azt mondja, hogy náluk is van vadriasztás, de nem ilyen kis robbanó cucc, hanem olyan frekvenciájú hangot bocsátanak ki, amit az emberi fül nem érzékel, csak az állat. Ja, csak hal, mintha robbantanának a környéken. Nem érted, mit mondom? De, értem. Mindegy. Anya. Értem, hogy mit mondasz, hát hallottam. Okay. Levent a hangmérnök, pontosan tudom, hogy miről szokott beszélni, hogy mi a hangfrekvencia. Igen. És azt a lila meg a rózsaszín terítőt, azt én horkoltam. Te horkoltad? Én horkoltam, igen. Melyik a róla? Igen, az is horkolás. A lózsaszín. A lózsaszín, ott van a lózsaszín. A lilának tudod még a történetét?
Hát, szerintem Hollandiában voltam, amikor ez... De meséltem, hogy hogy készült. De tudod, hogy ezek a ilyen horgolások engem mennyire érdekelnek. Hát, volt itt egy nyúlketrec, ugye? Volt a nyúlketrec. Azt vágom még, hogy szét lett kapva. És akkor ki volt ide téve az udvarra, az volt a terv, hogy itt és itt el lesz vágva, és mindegy, mert át lesz alakítva valahogy, tök mindegy. És vártam, hogy apu eljöjjön szétvágni, de hát csak nem jött, viszont itt volt a flex. És hát egyik nap gondoltam, nem igaz, hogy én nem tudom azt a flexet használni. Szépen bekapcsolt, fú, hogy elindult, azt hittem eldobom magam. Na mindegy, nekiestem a vasnak, a flexel, és jöttek azok a szikrák bele a képembe. De azért egyébként rendesen belevágtam, de nagyon megijedtem tőle. Tehát a szemüveg egyébként ott van a bungiban. Volt rajtam szemüveg, de akkor is félelmetes volt. Kikapcsoltam a flexet, nem mondom, jó van, inkább horgolok egy terítőt. És akkor bementem, aztán megcsináltam. De ott nincs veszély. Na, kész. Oké, mentem, pá. Köszi. Köszi. Viszont akkor... Mivel egy pár ember megkeresett privátban, hogy mi lesz ennek az uvasznak a sors, akkor nagyjából elmondom. De csak megmondom, ó, bazd meg, már megint van valami a postaládában, rohagyj meg, vanyád. Megint, utálom az ilyeneket, a faszom. Mi az? Némász, rohagyj meg, akkor leszelem az uvaszt, hogy mi lesz vele. Majd elmondom máskor, bazd meg. Megint jött valami levél. Fasz ki van már az ilyen levelkén, általában kukába szoktam dobni. Hát villanyszámla, és mit van ez? Na jó, de hát érted, a matártól jött már, vagy négy. Hát hányadika van? Hónap vége, ilyenkor jönnek a számlák. Na jó, de érted, egy matár számlát defizetsz, utána jön egy figyelmeztetés, hogy... Hát mert az rosszul van dátumozva, szarul hozzák ki. Nem olyan rosszul. Stresszeltetnek direkt. Nekik... 10-5-3-9. Jó. Lopjuk az áramot? Jó, na. Mentem. Uvaz. Szarok rá, majd legközelebb. Macska. Miért nem mentek aludni, te? Nekem kell berakni a helyedre a cicákat, mi? De most komolyan mondd már meg. Kalapácsfejű, mi lesz innentől kezdve? Jól van, én azt értem. Én azt értem, barátom. Jól van, és akkor most innentől kezdve nekem az lesz a dolgom, hogy felügyelek benneteket. Ne viccelj velem, te. Jól van. De most egyenként berakok mindenkit a helyére, és neked az lenne a feladat, hogy mász be utánunk, és felügyeld őket. Mert látod, majdnem leesett. Ma már jártak kint, és az udvaron utánam rohangáltak, mert te nem voltál itthon. Nem az a dolgod, hogy bújjál hozzájuk, hanem vidd be a szádba, a helyükre. Meg takarítsd meg! Nehogy már nekem kelljen, érted? Nézd meg, hogy néz ki a szeme. Kalapácsfejű, anyuci. Nézd már meg a fej... Nézd már meg a szemét, hogy néz ki, te. Takarítsd már meg. Nem az én dolgom. Oh, rohadnátok meg, kiborították a vizet. Ne dörgölőzzél hozzám, jó? Na, hát ennyi, el kell ugye. Menjetek be a helyetekre. Jó, oké, egyenként berakom őket, de nem beleim kapni. Kalapácsfejű, tessék, egy bemegy, egy cica bent van. Jól van. Oké, két cica, gyere. Gyere, cicurka. Másik cica bement a helyére, jó? Oké, ő is bent van a helyén, te is menjél be utána, mert neked sima ügy. És már jönnek is kifele. És mindegyik. Hát ezt nem értem. Oké. Le akartak holnap költözni reggel? Kalapácsfejű. Le akarsz költözni holnap reggel a cicákkal együtt? Nézd oda. Jönnek kifele. Hát ilyen nincs. A lakásba be nem jöhettek, ez biztos. Ezt már tudom. Nálunk már élt két macska. Bevándorló macskák voltak. De... A lakásba nem tehették be a lábukat, csak is mínusz 20 fok alatt. Amikor már eltört a macska a kanyarban. Na, nem érdekeltek. Hollandiában voltam, amikor megszületetek, itthon se voltam. Kalapácsfejű az anyátok, ő döntött így, hogy ide fog szülni, benneteket ide fialt. Gondoskodjon rólatok, ő tudja a dolgát.
nem leesni, stb. Én simán leköltöztek a Benedet, de mivel már Kalapácsfejű egész nap szinte távol van, és itt hagy benneteket, egész nap itt fogtok nyihogni, cincogni, stb. Nyuma, anyádnak kéne, hogy megtakarítson, de aztán holnap reggel én foglak, jó? Na, ha kimásztok, be is tudtok mászni a helyetekre. Szerbusztok!